Oké, nagyon szép estét kívánok Önöknek, és főleg hasznos estét, és remélem, hogy úgy gondolják, hogy ez a mai nap ajándék az Önök számára is, mint ahogy itt az előző videóban ez elhangzott. Hadd kérjek gyorsan egy kis visszajelzést, mielőtt bármivel belekezdenék, hogy látnak, hallanak engem. A chat falon 1-től 5-ig egy számmal jelezzék ezt nekem. Laci, köszönöm szépen. Éva, Csaba, nagyszerű, köszönöm szépen. Oké, elég lesz. A chatfalat nem zárom le, másképp szoktam ezt csinálni egyébként, viszont azt kérem, hogy így menet közben ne írjanak semmit sem. Jó, esetleg akkor, hogyha valamilyen technikai probléma fölmerülne, viszont a végén mindenképpen hagyok időt arra, hogyha bármilyen kérdésük fölmerülne itt a ma elhangzottakkal kapcsolatban, akkor tudjanak kérdést föltenni. Miről is lesz ma este szó? A kettővel ezelőtti videóban, ugye ott egy orvos beszélt vitaminokról, különböző problémákról, ami így a mindennapos vitamin bevitelünkkel, beviteli lehetőségünkkel kapcsolatos. Én nem akarok semmiféle ilyen tudományoskodásba belemenni, abszolút nem, én nem vagyok se orvos, se semmi hasonló, sőt, még csak vitamin szakértő sem vagyok, meg semmi ilyesmi táplálkozási szakértő, meg aztán főleg nem, úgyhogy ebben én nem tudok igazán tanácsot adni, viszont én magam is, mint ahogy önök is, hát mindennap gyakorlom, vagy próbálom gyakorolni az egészséges életmódot. És arra azért én is rájöttem, meg hát ahogy halljuk a sok hasonló videóban, mint amit itt nem régen lejátszottam, ez azért nem olyan egyszerű dolog, valljuk be. Én régóta keresem a megoldást arra, hogy hogy lehetne ezt egyszerűen, könnyen úgy megoldani, hogy ne felejtsem el, és ráadásul finom, ízletes módon, nem ilyen íztelen bogyókkal, meg kapszulákkal, meg egyebekkel megcsinálni. Hát, ha önök is keresnek valami hasonlót, akkor ma este én fogok tudni erre egy jó megoldást adni. Meg hát tudom azt, hogy azért vannak itt jó páron olyanok is, akik meg szeretnének ebből valamilyen módon pénzt csinálni, hiszen tudjuk azt, hogy ez a vitamin piac, ez a táplálkozás kiegészítő piac, ez azért egy óriási pénzgeneráló dolog világszinten is, meg hát nyilván éppen ezért Magyarországon is, ez sok-sok milliárd dolláros piac, amiről most beszélünk, és hát mint ilyen, lehet, hogy jó ötlet lenne valamilyen módon részesülni ebből az elképesztően nagy bevétel termelő lehetőségből. Ha így gondolják, akkor ez lesz a második dolog, amire fogok tudni megoldást adni. Vágjunk bele, hogy is tud ez működni. És megpróbálom a következő, hát olyan 35-40 percben maximum, és egy picit sietni fogok, hogy beleférek ebbe az időbe mindenképpen, ezt a két megoldást megmutatni önöknek. Ne hagyományos termékbemutatóra, meg üzleti bemutatóra készüljenek, mert megpróbálok egy egyedi módon és egy egyedi megoldást adni önöknek. Éppen ezért az első, amit mutatni szeretnék, és hogy nagyon gyorsan túl legyünk a termék bemutató részén ennek a dolognak, mert nyilván ahhoz, hogy valami jól működő dolog legyen ez is, és egy olyan, ami, hogy is mondjam, majdnem a legális szót használtam, de használhatom nyugodtan. Üzletet kínál, oda kell valami termék, valamit értékesíteni kell. Hiába mondják önöknek, bárhol látnak, hallanak ilyet, hogy gyere, csak csatlakozz, meg fizess be ennyit, meg annyit, és itt nem kell csinálni semmit, és hasonló dolgok, meg nem kell eladni semmit sem, ott valami nem stimmel, ezt higgyék el, nekem van néhány éves tapasztalatom ebben az iparágban, szóval kell, hogy legyen valami termék, mert hát miből lenne másból pénz, ha nem abból, vagy valamilyen szolgáltatás, persze az ugyanúgy jó, nyilván. No, szóval legyünk akkor túl a termékbemutató részén ennek a sztorinak, és én mutatok önöknek egy videót, hogy lássák, mennyire egyszerű ez a dolog, de mégis mennyire hatékony és hatásos az, amivel mi foglalkozunk. Mindjárt megkeresem ezt a videót, már meg is van. Egy vitaminital családról fogok beszélni, illetve fog a videó... Egy pillanatra megállítom. Szóval egy vitaminital család az, amiről itt szó lesz, és nagyon jól megmutatja a lényeget ez a körülbelül 3,5 perces rövid film. Nézzék meg, és aztán utána jövök vissza. Megbízhatóság, tradíció, érintetlen tisztaság.
Ezeket az értékeket veszítette el a modern orvoslás, amikor a természet patikáját szintetikus anyagokra cserélte. Feledésbe merült Paracelsus, a 16. századi Svájc világhírű tudósának intése, miszerint a gyógyítás nem az orvostól, hanem a természettől ered. Az Alpok lejtőin termő gyógynövények jótékony hatásait kezdi újra felfedezni a világ. A hatóanyagkutatásban élen járó svájci laboratóriumokban izgalmas kísérletek folynak. Az évszázados tradíciókat a modern technika eredményeivel vegyítik a tudósok az egészséges immunrendszerért. Munkájuk eredményét azonban eddig csak egy kiváltságos réteg élvezhette. A Swiss Laboratory Kft. Azért jött létre, hogy az egészség megőrzése többé ne legyen luxus. A La Boisson de la Vie, avagy az élet itala, cégünk legígéretesebb innovációja. Minden palack magában hordozza az alpesi réteg éltető erejét. A gyógynövényekből kinyert eszencia egy finom és könnyen fogyasztható ital formájában kerülhet mindenki asztalára. A kompromisszummentes svájci nívót csak egy különleges gyártási licensz biztosíthatja. Ezért állítjuk elő termékeinket Európa legmodernebb töltőüzemében, ahol a legmagasabb minőségbiztosítási standard betartásával készülnek az italok. A De La Vie termékcsalád mindegyike háromféle eredeti alpesi gyógynövény kivonatot tartalmaz. Gyulladás csökkentő májva levelet, nyugtató bergamot mentát és izomlazító hatású izsófüve. Emellett a testünk kifogástalan működéséhez nélkülözhetetlen vitaminok széles palettáját foglalja magába. Stressz, fokozott fizikai terhelés, betegségek idején még megfelelő étrenddel sem tudjuk szervezetünket elegendő vitaminhoz juttatni. Ezen segít a De La Vie mindennapi fogyasztása, hiszen csak C-vitaminból 1000 mg-ot tartalmaz egyetlen adag. Mivel a hatóanyagok felszívódása folyadék formájában a leghatékonyabb, az italfogyasztása mindennél egyszerűbben támogatja az immunrendszert. Teszi mindezt magas élvezeti értékkel, ugyanakkor mesterséges anyagok, színezékek és édesítőszerek nélkül. Ráadásul a pasztőr eljárásnak köszönhetően tartósítószermentesen. A De La Vie termékek végül egyedi, formatervezett csomagolásban öltenek testet. Az élet italával telt palackokat bárki büszkén veheti a kezébe azzal az érzéssel, hogy a benne rejlő minden csepp közelebb visz az egészség megőrzéséhez. Na, hát sok mindenről szó volt itt ebben a rövid kis filmben, de a lényeg az benne volt mindenképpen. És hát amikor én ugye azt mondtam, kerestem én is a saját megoldásomat, mindenképpen valami olyat akartam, ami nem ez, mint amit a képen látnak. Annak idején, hát ugye sokféle javasolt vitamin táplálék kiegészítővel találkoztunk. Én magam is jó néhány dolgot elkezdtem fogyasztani, de azok mind valami hasonlók voltak, igaz? Porok, kapszulák, bogyók, ilyesmik. Hát amellett, hogy semmiféle élvezeti értéket nem nyújtottak, ezek legjobb esetben is csak íztelenek, volt, amelyiknek kimondottan rossz íze volt, én állandóan elfelejtettem bekapkodni őket. Úgyhogy egy ideig szedtem, úgy helyek közel, viszont egy idő után elhagytam, mert nem volt egyszerűen lehetőségem arra, hogy én ezt a nap meghatározott időszakaiban rendszeresen bekapkodjam. Úgyhogy nekem fontos volt, hogy legyen valami olyasmi, amit nem fogok elfelejteni, amit egyszerű fogyasztani, ami mindig elérhető a számomra, és én ebben találtam meg, amit itt láttak a képen, ebben a bizonyos vitaminital családon az én megoldásomat. És azt kell, hogy mondjam, nem csak én, hanem a családomban élő, most már gyakorlatilag mindenki, illetve a környezetemben élő emberek is, akiknek meg tudtam mutatni
ezt a fajta dolgot, hiszen ők is kerestek valamit, amivel egészségesebbek akartak lenni. Jelenleg ebből a hatféle vitamin italból áll a Delavi vitamin ital család. Van közöttük olyan, amelyik speciális, funkcionális vitaminital, mondhatjuk így, hiszen mondjuk ott van a Delavi Kids rögtön a szélén, ugye bal oldalon, itt van nálam egy élőben is, ami kimondottan gyerekek számára készült. Van olyan, ez a másik, ezt is meg tudom mutatni, mert hoztam egyet föl, mert ha szomjas vagyok, én iszom egy ilyet. Ez a Delavi Zero, ami cukor nélkül készül, és akár cukorbetegek fogyaszthatják, vagy a Delavi Classic, ott középen, az a sötétkék feliratos, illetve különböző vitaminokkal, C-vitamina, kálciummal, magnéziummal, tehát minden olyan vitamin tartalommal, amire minden nap szükségünk van. És ez a kulszó, a napi vitaminbevitel, hiszen ez a bizonyos vitaminfogyasztás nem lehet ilyen kampány jellegű, hogy nekiállunk valamit fogyasztani, valamilyen táplálékkiegészítőt egy darabig, aztán úgy szépen lassan elmarad. Ugye, ha magunknak jót akarunk, és akarunk tenni az egészségünk érdekében, akkor ezt minden nap rendszeresen csinálni kell. Ott a doktornő elmondta abban a bizonyos kisfilmben, emlékeznek rá, hogy ugye a tápanyagainkban, ételeinkben egyre csökken a bent lévő vitaminok mennyisége, meg nem olyan hatékonysággal szívódik föl. Hát itt mit hallottunk az előző filmben, ugye, amiben a vitaminitalokról volt szó, hogy folyadék alakban a legoptimálisabb felszívódás, és benne van minden, amire szüksége van a szervezetünknek. Én nem sorolom föl ezt, hiszen minden dobozon pontosan rajta van, mert ha fölmennek a hivatalos weboldalra, a vitamin-ital.hu-ra, ott megtalálnak minden lényegeset, az összes fajta vitaminitalról, az összetevőktől kezdve, hogy melyik vitamin mire jó, miért fontos a szervezetünknek, ezt mind megtalálják ott. De ugye abban egyetérthetünk, hogy valamire szükségünk van. És ha egy olyat tudunk nyújtani az embereknek, amivel egyszerűen, könnyen tudja a mindennapi vitamin szükségletét, ráadásul nagy dózisban és egy nagyon, nagyon magas minőségben bejuttatni a szervezetbe, akkor ez érdekelni fog sok embert, ezt elhihetik nekem. Amikor, és ugye mindemellett, a vitaminok mellett egy olyan különleges összetevő, illetve több olyan különleges összetevője is van az italunknak, ami gyógynövények formájában, gyógynövény kivonatok formájában, speciálisan csak kizárólag a Delavi számára készül Svájcban, és ezt tudjuk még hozzáadni az italunkhoz. Na ez ad egy olyan magas minőséget, ami nem található meg más termékben ezen az óriási piacon. Pedig van jó néhány ezen a területen, ugye ismernek önök is jó pár vitamin italfajtát, de ilyen magas minőségben, mint a Delaviban, és ilyen koncentráltan nincs még egy termék, amiben benne lenne. És ugye, ahogy mondtam, gyakorlatilag az egész család minden ember számára egy megoldást lehet ez. Nem mindenki fogja majd megoldásra tekinteni, és ez teljesen jól van, így ez természetes, hiszen vannak, akik másra esküsznek, más fogyasztanak, és ez rendben van így. Viszont azoknak, akik a modernséget, az egyszerűséget és a magas minőséget keresik, a Delavi a megoldása lesz. És sokan keresnek ilyesmit. Ezt látjuk most már nagyszerűen. Ezt a képet csak azért tettem ide, mert ahogy mondtam, az én családomban gyakorlatilag mindenki fogyasztja rendszeresen. Így az unokám is, és amikor nálunk van, ugye a Kids, az Albert, ő így hívja, mert van rajta egy ilyen kis tengeri malac figura. Ő megy szépen minden reggel a kamrába, vagy hogy hívjuk ezt a helyiséget, nem is tudom, ott hűvös van, ez a lényeg. Ott tartjuk mi ezeket az italokat, ő minden reggel ballag oda szépen, és mondja, hogy megyek az Albertért, és hozza magának az italt, mert imádja, szereti, jó az íze, és amellett, hát ő nyilván nem azért vissza, mert vitamin meg egyebek, de én örülök ennek, mert tudom, hogy ezzel egy dobozban ott van minden, ami az ő egészségéhez szükséges, és kinek az egészsége lenne fontosabb a számomra, mint az övé. Ugye? És ezzel azért sokan vagyunk így, ebben biztos vagyok. Nos, amikor azt mondtam, hogy magas minőség, én itt beszélhetek erről persze órákat, és
önök vagy elhiszik ezt nekem, vagy nem, viszont ami itt van a képen, ez minden bizonyítéknál többet mond. Kétfajta dolog, amire fölhívnám a figyelmüket itt. Egyrészt az a szép kék csepp alakú valamicsoda. Amikor azt mondtam az előbb, hogy rengeteg termék van a világon, ami már a vitamin ital kategóriában is, ami ugye próbál valamilyen megoldást adni embereknek ebben az ügyben. Volt ezeknek az italoknak egy világtalálkozója, egy expo Dubajban 2017-ben. És azon már ott volt a Delavi is, és képzeljék el, egy óriási eredmény, amit elért a cég és a termék ezzel a termékkel, a Delavival, elhozta az első díjat a leginnovatívabb vitamin ital kategóriában erről az expóról, ahol több mint 200 kiállító volt ebben a kategóriában. És hogyha ott elismerik azért ezt az italt, azért ez mond valamit, igaz? És akkor ettől kezdve nekem már fölösleges lenne egy minőségről, meg egyebekről beszélni. Azért még egy dolgot megemlítek ezzel kapcsolatban. Minden italon, talán ezt fogom mutatni, mert ezzel jobban látják önök is, itt van fönt ez a kis jel, és nagyban itt van a képen a Swiss Vitamin Institute-nak a bélyegzője tulajdonképpen, ami azt jelenti, ugye, hogy használhatja a cégünk ezen a dobozon ezt a kis emblémát, hogy a Swiss Vitamin Institute rendszeresen ellenőrzi az italainknak a minőségét. És hogy megkapta a lehetőséget a Swiss Laboratory és a Delavi, hogy ezt a jelet használhatja, ez azt jelenti, hogy a legmagasabb követelményeknek megfelel, ami egyrészt a termék összetételével, minőségével, illetve magával a gyártással kapcsolatos és elvárt ennek az intézménynek a részéről, ők pedig azért értenek hozzá, mert 1931 óta működik ez az intézet, és hát azért, ahol ez a jel szerepel, abban biztosak lehetünk, hogy ez egy olyan minőség, ami minden igényt kielégít, és egy rendkívül magas minőséget képviselnek az ilyen termékek. No, hát ami még fontos ezzel kapcsolatban, hogy a Delavi-nak a népszerűsítésével a cég most már ugye 2015 vége óta, most már nem 3, hanem 4 éve dolgozik a cégünk ezen, hogy hallottak erről, vagy nem hallottak, nem tudom. Valószínűleg, hogy mondjuk a tavalyi év felétől, vagy tavalyi év elejétől olyan sokat nem hallhattak róla. Nem lehetett találkozni velük igazán üzletekben, vagy ugye a hagyományos kiskereskedelemben, nem úgy, mint most. Ha bemennek egy hogy hívják ezeket? Mindig elfelejtem, dohányboltba, vagy egy ilyen drogériába, vagy ilyesmivel, nagy valószínűséggel fognak találkozni a termékeinkkel, vagy egy nagyobb benzinkúton, valamilyen formában, egy kis hűtőben, vagy a magának az üzletnek egy hűtőjében meg fogják találni a termékeiket. Ez régen nem volt így. Hát a cég nagyon nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy egyre több helyen megismerjék és ezt a terméket, és nem csak Magyarországon, hanem világszerte. Így, hogyha mutatok egy ilyen képet, és mindjárt elindítok egy videót, látni fogják azt, hogy mit tesz a cég a népszerűsítés érdekében, hiszen most már tévéreklám is van, amivel találkozhattak, és nagy valószínűséggel találkoztak is már ezzel a tévéreklámmal. Mindjárt megmutatom, és akkor biztosan ismerős lesz. És már itt is van. Hello, ez egy reklám. Szoktam loholni, csak nem ennyire sikkesen. Az ing se az enyém. Hogy mondjam úgy, hogy ez ne legyen nagyon egy vitaminital reklám. Hát azért ez egy reklám. Tényleg minden nap ezt isszuk. Nem kell rajta gondolkodni. Tudom, hogy finom, tudom, hogy benne van a vitamin, bemegyek a boltba, megveszem, nem drága, odadom a gyereknek, odadom a férjemnek. Ma már itt áll? Még nem. Elkapod? Delavi. Napi vitaminbevitel gyorsan, élvezetesen, nagy dózisban. Óvd a természetet és magad, ne így áll PET palackból. És a világ le. Na, szóval ez volt az a bizonyos tévéreklám. Ugye találkoztak már vele? Szóval a cég rendkívül nagy erőfeszítéseket tesz azért, hogy minél többen ismerjék meg ezt a nagyszerű terméket, és hát mostanában már azért elindultunk azon az úton, hogy emberek azért azt mondják néha, hogyha én is beszélgetek emberekkel, hogy igen, hallottam már róla, láttam a reklámot, láttam az Ördög Nórit a tévében, ugye, aki az arcát adta ehhez a termékhez. Szóval elindultunk valamilyen úton.
És nyilván még azért nagyon sok van vissza ahhoz, hogy ez a termék azért rengeteg emberhez eljusson, ha bár most már Magyarországon több mint 1800 helyen kapható, bocsánat, 3000, egy pár száz helyen kapható a termék, illetve a világ 28 országában, képzeljék el, már elérhető a termék, de azért ez az út még nagyon hosszú, és bizony van mit csinálni, hogy valóban igazán sokan megismerjék ezt a nem mindennapi terméket, és hát, hogyha már termékről van szó, amit nagyon sokan vásárolnak már most is, de még többen fognak, és gyakorlatilag az egész világon fogják majd fogyasztani, hát abból azért, ahogy itt az elején mondtam, ez a bizonyos vitamin italpiac, ott azért nem lenne rossz valamilyen módon pénzt csinálni, nem? És hát azért valljuk be, ebben a termékben is nagyon komoly üzleti lehetőség rejlik. Azt nézzük meg most, hogy mi ez, jó? És hogy lesz ez megoldás akár önnek is egy valamilyen nagyságrendű plusz jövedelem szerzésére, vagy akár arra is, hogy egy saját önálló vállalkozást építsen föl vele. Mert mi történik itt? Eddig ugye beszéltem a Swiss Laboratory-ról, mint vállalatról. Ő az, aki gyártja ezt a terméket, és aki a hagyományos kereskedelemben forgalmazza kisboltokban, dohányboltokban, drogériákban, és ezt a világnak számtalan sok pontján teszi meg. Viszont, és ugye építi a terméknek a brandjét, a márkát, tévéreklámokkal, közösségi marketing tevékenységgel, Facebookon, Instagramon, és sorolhatnám még itt a számtalan lehetőséget, óriás plakátokon, meg egyebeken. De van egy másik módja a brandépítésnek, és ez egy rendkívül hatékony módja, ez pedig a közösségi marketing. Amikor közösségi marketingről beszélek, a következőre gondolok. Én, és szerintem önök is mindannyian, ugye így mondjuk divatos szóval, fönn vagyunk a Facebookon, igaz? És ha valamit posztolunk ott, közzéteszünk valamit, azt nagyon sokan látják az ismerőseink közül. Hát a Facebooknak a szabályai szerint, vagy algoritmusai szerint, de jó sokan látják azt azért. Több száz ember esetenként, vagy akár az is lehet, hogy több ezer ember. Ha meg feladunk egy hirdetést, egy fizetett hirdetést, és maradjunk csak a Facebooknál, azt akár több tízezer ember láthatja. Igaz? Ebben elképesztő erő van. És ezt nagyon sok vállalat, nagyon sok termék próbálja kihasználni magát a közösségmarketinget. Így a Swiss Laboratory is, aki odaadta ezt a lehetőséget az IGL-nek, Interest Global Limited egyébként a LTD egyébként a cégnek a neve, aki megkapta a lehetőséget, hogy népszerűsítse, segítse fölépíteni ennek a terméknek a brandjét az egész világon. Ehhez tartozik egy nagyszerű üzleti koncepció, aminek a segítségével viszont komoly pénzt lehet keresni. Amikor én először találkoztam ezzel az egésszel, nem is a termékkel találkoztam először, hanem magával az üzleti lehetőséggel. És azonnal megragadott az egyszerűsége, az a borzasztó egyszerű koncepció, mert azt láttam, hogy ez annyira egyszerű ez a sztori, hogy ezzel gyakorlatilag bárki tud pénzt keresni. Ahogy mondtam, van egy kis tapasztalatom ebben az iparágban, és a legtöbb üzletben azt láttam, hogy csak a szupersztárok voltak képesek, azok hálózatépítő szupersztárok, és ha most hálózatépítést említettem, ne szörnyülködjenek rögtön, hogy ú, basszus, már megint itt van egy MLM üzlet. Hát itt azért egy kicsit másról van szó, de nyilván valami hasonlóság azért van a két fajta dologban, és ezért is említettem ezt példának, de ott valami egész más történt, ahogy mondtam, ott csak tényleg azok tudtak igazán pénzt keresni, akik nagyon profik voltak, akik azért a különleges képességekkel rendelkeztek. Az átlag halandó, mint én, gyakorlatilag nem, vagy csak nagyon-nagyon keveset. Hát itt azért más tapasztaltam, más láttam, és más tapasztalok azóta is. Tényleg, őszintén mondom, gyakorlatilag bárki tud pénzt keresni, aki egy nagyon egyszerű tevékenységet elkezd csinálni, és ezt folyamatosan, hosszú időn át gyakorolja, csinálja. Ráadásul ehhez nagyon komoly segítséget is tudunk adni, és hát ha valaki meg tényleg igazán nagy pénzt akar ebből az üzletben elérni, az is lehetséges. Na ezt fogom megmutatni, hogy hogyan. Nézzük meg, hogy mi az az egyszerű koncepció, amit
bárkinek lehetőséget ad arra, hogy pénzt keressen ebben az üzletben ezekkel a termékekkel. Borzasztóan egyszerű. Én magam elkezdem fogyasztani a terméket, mint ahogy fogyasztom én is minden áldott nap. Azóta én másfél éve, vagy több mint másfél éve találkoztam ezzel az egészen, nem volt nap azóta, hogy ne ittam volna még legalább egy dobozzal az italból. Egyrészt azért, mert finom, másrészt meg azért, mert tudom, hogy jót teszek magamnak, harmadrészt meg azért, mert engem érdekel az üzleti része is. És ezt lehetőleg olyan helyen csináltam, a munkahelyemen, egy wellness szállodában, ahol, vagy a barátaim körében, vagy meghívtam barátaimat, vagy az ismerőseimet egy italra, és semmiféle hátsó szándékom nem volt, csak annyit, hogy kóstolják meg ezt a finomságot. Ennyi volt az egész. És ha valaki megkérdezte, hogy oké, de mi ez, és miért jó, és stb. Pár mondat után azt mondtam, hogy figyelj, ha akarod, kóstold meg, elküldök egy linket. Ugyanis nekem van egy webshopom, egy saját névre szóló webshopom, és ha ott azon keresztül, a linken keresztül, amit én ennek a webshopnak a linkjét tovább küldök másnak, azon keresztül valaki vásárol, akkor jutalékot kapok. Ennyire egyszerű az egész. Mit gondol? Meg tudná ezt ön is csinálni? Fogyasztja az italt minden nap, meghív mondjuk egy barátját egy nagyon finom és ráadásul egészséges italra, és ha ő megkérdezi, hogy hol lehet ezt megvenni, akkor elküld neki egy linket. E-mailben, messengeren, mit tudom én, ezer más lehetőség van, ahogy ezt meg tudja tenni. Mennyire tűnik ez bonyolultnak, vagy sokkal inkább egyszerűnek, igaz? Mert azt kell, hogy mondjam, gyakorlatilag ennyi, és ha ön ezt meg tudja csinálni, már pedig szerintem meg tudja, akkor már is elkezd pénzt keresni ebben az üzletben. Tulajdonképpen ennyiből áll a feladat, és ha ön ezt csinálja folyamatosan, el fog kezdeni épülni egy fogyasztói közösség, akár akarja, akár nem. Hogyan? Hát azok az ismerősei, akik az ön webshop linkjén keresztül vásároltak, rendszeresen meg fogják venni az italt. Miért? Mert finom, és mert rájönnek, hogy ezzel jót tesznek az egészségüknek. De nem csak őnekik van szükségük egészségre, hanem az ő családtagjaiknak és az ő ismerőseiknek is. És lesznek majd ezek között olyanok, akik majd megkérdezik öntől, te figyelj ide, és te ezzel keresel pénzt? Hát persze, hogy ne, hát azért csinálom, nem? Azért is. Megmutattad nekem, hogy hogy kell ezt csinálni, vagy hogy tudnék én is pénzt keresni? És ezt az egyszerű szisztémát, ha ön továbbadja, akkor majd lesznek jó néhányan, akik ugyanezt fogják csinálni, és így föl fog tudni épülni egy kisebb, nagyobb, ki mekkora munkát, időt tesz vele, közösség, ahol mindenki fogyasztja a terméket, és ahol sokan pénzt keresnek. Ez a szisztéma. És ha ön ezt csinálja, akkor ilyenfajta jövedelmekben tud részesülni, amit itt lát, hogy ezek micsodák, én most nem fogom elmondani, mert ezt csak az időt húznám, de ötféle jutalék, amit fog kapni ezért a tevékenységét, és ez mind attól függ, hogy mennyit, hogy mekkora forgalom, mennyi eladás történik az italból az ön fogyasztói közösségében. Ugye ez érthető nyilván, hiszen mi alapján fizetne a cég, ha nem azután, hogy mennyi termék fogyott el. Ugye más után nem tud fizetni. Azután, hogy hány ember regisztrál be, vagy ilyesmi, és viszont nem vásárol, azután hogy tudna jutalékot fizetni? Sehogy. Egy rendes üzletben termékfogyás vagy szolgáltatás értékesítés után van jutalék. Ez így természetes. No, hát ahogy mondtam, itt a jutalék nagysága csak attól függ, hogy mekkora ez a közösség, és ott mennyi értékesítés történik rendszeresen időszakról időszakra. Hogyha néhány tíz vagy száz fős ez a közösség, és itt ennyi csomag eladás történik, mert ugye egy hát csomagban mondjuk így 24 darab ital van. 24 darab ital az nem elég egy hónapra. Tehát, hogyha valaki rendszeresen fogyasztja, és minden nap meg akar inni egyet, akkor hát, majdnem másfelet kell venni belőle. Hát másfelet egészen nem, de egynél többet egy hónapban, igaz? Meg ha a családban mindenki meg akar inni egyet, és vannak 4-5-en egy családban, hát akkor az 6-7 csomag ital egy hónapban, ami elfogy egy családban, ahol a minőséget keresik, az egyszerűséget, ahol nem akarják elfelejteni, mert viszi magával, és fütty, és megissza, ezzel folyadék, és vitamin egyben, szóval erre rá fognak jönni, hogy ez kell, és jó. És akkor innentől kezdve könnyű elképzelni 6-7 csomag egy családban, egy hónapban, ha mondjuk van 10 olyan család, aki
az én webshop linkemen keresztül vásárol, vagy 20, akkor az 100-200 csomag, vagy lehet, hogy több, ha több ilyen család van, vagy több ember, akik rendszeresen vásárolnak, és ennyit értékesítek egy hónapban. Nem én, hanem az én webshopomon keresztül ennyi értékesítés történik. Hát itt pár szám tájékoztatásként csak, hogy mennyi pénzt jelenthet ez, hogyha ennyi értékesítés történik a struktúrámban, hogyha mondjuk 200 csomag egy hónapban, és ez az előző példa alapján azt jelenti, hogy nagyjából olyan, hát mondjuk 30 család, aki vásárol rendszeresen, ez valahol 360-800 euró közötti plusz jövedelem. Ha most megszorozzuk az euró árfolyammal, az most olyan 340 forint magassága, hát az bőven 250 ezer forint fölött van, bárhogy is számolom, majdnem 300 ezer forint. Azért ez nem olyan rossz, igaz? És mit csináltam? Ittam az italt, meg tovább küldtem a linket, amikor valaki megkérdezte, hogy tudom megvenni. Ennyi. És hát nagyobb számok is vannak nyilván, amikor már nagyobb a struktúra, ezek bármelyiket könnyen előfordulhat. Itt tényleg csak az a kérdés, hogy mennyi időt, energiát fektetek ebbe a dologba. És hát én el tudom képzelni azt, és nekem ez egy komoly célom, hogy első körben 10 000 vásárló legyen az én struktúrámban. Nyilván őket nem én hozom be mindet, vagy nem az én linkemen keresztül fognak mindannyian csatlakozni, vagy vásárolni, hanem a struktúrámban vannak olyan emberek, szép számmal, hál' Istennek, akik szintén ugyanígy gondolkoznak, mint én, és ők is végzik ezt a fajta brandépítő tevékenységet, és ők is találnak olyan barátaikat, ismerőseiket, akiknek szintén fontos az egészség, és szintén ezt a módot választják arra, hogy megoldják a gondjaikat. Így aztán létre tud jönni egy nagy struktúra, ahol sok fogyasztás van, és abból sok jutalékot fizet a cég. Ez az egyik fajta jövedelem lehetőség. És ezért mit kellett tennem? Iszom az italt, tovább küldöm a linket, slussz, ennyi gyakorlatilag, nem kellett más csinálnom. Ilyen módon egyébként nem tudom, hogy hova tud eljutni a linkem, és honnan fognak majd vásárolni, mint ahogy nekem is van, hogy fogalmam sincs néha, hogy hol vásároltak, vagy honnan, külföldről is, mert valakinek a valakiétől kapta a linket. Olyantól, aki nem akar üzlettel foglalkozni, csak ő megkapta egy ismerősétől, aki viszont én tőlem kapta, és ő meg továbbadta valakinek, hogy figyelj, itt van, ezen keresztül meg tudod vásárolni, vedd meg. És úgy jönnek a vásárlások innen, onnan, amon, hogy fogalmam sincs, hogy honnan. Eljuthat az ön linke is bárhova a világon valakin keresztül. No, de ez itt a jövedelem mind attól függ, hogy mennyi értékesítés történik a struktúrában. Van viszont egy automata jövedelem lehetőség is. Most ezt megmutatom, hogy hogy néz ki. Loyalty for You-nak hívjuk egyébként, Loyalty for You bónusznak, hogy miért az, mindjárt látni fogja. Hogy működik ez a dolog? Ezt úgy nevezzük, nagy előszeretettel, ezt egy nagyon kedves üzlettársamtól hallottam egyébként, hogy fölfoghatjuk ezt a lehetőséget úgy is, mint egy brandépítő franchise. Ez a franchise mit is jelent? Valaki kitalál egy nagyszerű dolgot, egy terméket, szolgáltatást, és azt is, hogy ezzel hogy lehet pénzt csinálni, onnantól kezdve, hogy a termék le van gyártva, megvan, hogy hogy kell értékesíteni, milyen helyen, stb. Stb. Az egész technológia a gyártástól az eladásig, végéig minden, és ezt odaadja nyilván egy bizonyos összegért, bárki számára lehetővé teszi, hogy használja ezt az eszközt. Na, ilyen esetben, ilyen szemszögből valóban így van, ez a mi lehetőségünk is egy nagyon komoly franchise lehetőség. Csak van egy rendkívül nagy különbség, vagy több is a hagyományos franchise-okkal szemben. Szoktam említeni ezt a bizonyos Mosoda franchise-ot, ami most indult el Magyarországon, ahol 14 millió forintért adják a lehetőséget, és akkor abban még nincs bent. Ugye ez csak az üzleti ötlet, a modell, hogy hogy kell csinálni, de ebben nincs bent a helyiségbérlet, nincs bent az alkalmazott, a gépeknek a költsége, stb. Stb. Ez az, hogy az ötletet lehet használni. Ez azért húzós, nem? Tehát, hogy mélyen bele kell nyúlni a pálmába, hogyha egy Mosodát akarunk nyitni, és hogy akkor még onnan mikor veszük ki majd plusz pénzt, az azért még egy külön kérdés. Hát nálunk szó sincs ilyesmiről. Nincs magas franchise díj, a leg
egyszerűbb lehetőség, 129 euró, ami kicsit több mint 40 ezer forinttal. El lehet már indulni, meg lehet szerezni ezt a franchise-ot. 28 ország és egy ilyen egyszerű koncepció. Aztán csak egy egyszeri költség, amivel számolnunk kell, nincs gyakorlatilag az a rendszeres üzlethelység, rezsimek, stb. Ezt otthonról akár lehet csinálni egy számítógép segítségével úgy, hogy nem kell akár otthonról sem kimozdulni hozzá. És hát a havi fenntartási költség pedig, hát az is bagatell egy hagyományos vállalkozás fenntartásának a költsége, ez ami akár több millió forint lehet. Hát nálunk összességében 2 tálca ital, ami elvár a cég, hogyha már egy ilyen üzleti lehetőséget ad, hogy ennyi, ami a saját fogyasztás fedezi gyakorlatilag, akkor havonta ezt vegye meg az, aki üzletet akar ezzel az eszközzel építeni, és ez mondjuk, ha már van jutalék, akkor ez 20 euróból kijön havonta, az nem nevezném igazán hatalmas költségnek, meg nagy óriási befektetésnek, igaz? Mik a lehetőségek? És mindjárt visszatérek arra a bizonyos Loyalty for You automata bónuszra, csak ezt muszáj, hogy tudják hozzá, amit itt mutatok. Háromféle csomag, amivel csatlakozni lehet, ha üzletet akar építeni. Jó? Ez fontos. Az első a start csomag, ugye ezt már említettem, 129 euró. Mit kap? Ez fontos. Hát első megkapja az üzletépítési licencet. Tehát innentől kezdve, ha ezt egyszer megveszi, akkor ön építheti az üzletet, jutalékot fog kapni, küldözgetheti a saját linkjét, megkapja a saját webshopját, és jutalékot fog fizetni a cég minden értékesítés után, minden egyes eladott doboz ital után, bárhol a világon történik ez az értékesítés. Ez maga az üzletépítési licenc. És természetesen, ugye ez nem csak úgy befizetek pénzt, mint ahogy egy franchise-ba is, akkor majd a többit meg még vegyem meg hozzá, ezért kapni fog italt is, 96 darabot ebben a csomagban, ami mire jó? Hát egyrészt meg lehet kóstolni, lehet otthon fogyasztani, meg lehet kínálni embereket, és ha valaki ezt az első hónapban mondjuk minden nap egy embert megkínál, itt már mondjuk az 30 nap, biztosan lesz 10 vásárlója, aki rendszeresen fogja vásárolni az italt. Tehát elindította az üzletét ennyire egyszerűen. Ez az első lehetőség. Aztán nyilván fokozhatjuk ezt a dolgot, hiszen van csomag 1100 euróval megvásárolható. Ebben már 288 doboz ital van, maga az üzletépítési licenc ugyanaz, és van csomag 3300 euróért is, amiben bocsánat. Ja, most már el tudom olvasni, vagy értem, mit akart itt Anita írni. Jelezzetek vissza, légy szíves, hogy láttok, hallotok engem, van-e hang? 1-től 5-ig. Van, oké. Akkor Anita van, néha akadozik. Igen, ugye ez internetfüggő, internet sebességfüggő önöknél is, nem csak nálam. Én szándékosan nem wifi-ről csinálom ilyenkor, hanem vezetékről, és elég jó internetünk van. Tehát azért internetfüggő a dolog. Jó, de a lényeg az, hogy mindenki másnál hallható vagyok. No, szóval az üzletépítési licenc mindenhol ugyanaz, és ez a franchise jog gyakorlatilag mindenhol ugyanaz, de most jön a lényeges különbség, hogy miért érdemes viszont, ha van rá lehetőség természetesen, nagyobb csomaggal csatlakozni. Hát nyilván egyrészt a sok termék miatt ez rendben van. És itt látják azt a bizonyos automata kifizetési lehetőséget, ami viszont csak attól függ, hogy mekkora csomaggal csatlakoztam. Mindjárt érteni fogják, hogy hogyan. Van egy ilyen hétmélységű mátrix, ami összességében minden négyes mátrixnak hívják egyébként, ami a négy hatványaival növekszik mélységenként. Ugye az első sorban 4, aztán 16, 64 és így tovább, és a hetedik sorban már 16.384 ember lehet ebben a struktúrában. Attól függően, hogy én milyen csomagot vásárolok, különböző módon részesülhetek az eladott csomagoknak az ára után. Hogyha start csomagot vettem, akkor a struktúrában eladott start csomagok árából fogok részesülni jutalékként, méghozzá 5 mélységben,
5 eurókat fogok kapni. Ebben a struktúrában ugye lehet összesen 1024 ember, hogyha ezt 5-tel megszorzom, akkor ez azért jóval több, mint 5000 euró, és így azért, ugye, hogyha mondjuk 129 euróval csatlakoztam, és 5000-et nyerhetek, azért az egy, nem egy rossz üzlet. Igaz? Mi a helyzet akkor, hogyha nagyobb csomaggal csatlakozom, mert én több pénzt szeretnék csinálni? Ez a loyalty csomag által elérhető jutalékot mutatja, bónuszt mutatja, így már ugye két fajta jutalékból részesülök, az összes eladott start csomag által generált jutalékból, és az összes eladott loyalty csomag által generált jutalékból, ami az én struktúrámban értékesítődik, ez azért fontos. Így összesen már ugye 25 eurókat és 5 eurókat kaphatok, az így elérhető jutalék összege, ha teljesen föltállik ez a struktúra, azért így már egy nagyon-nagyon komoly összeg tud lenni. 1100 euróval csatlakoztam, én nem akarok itt számokkal dobálozni, de azért gondolják végig, hogy mondjuk 5400-szor, ha csak egy átlagot számolok, 12 euró, azért az egy nagyon komoly összeg tud már lenni. És akkor a harmadik lehetőség, hogy miért érdemes mondjuk egy loyalty csomaggal csatlakozni, ugye 3300 euróval, itt már az összes értékesített üzleti csomagból jutalékot fogok kapni, és az teljes mélységben, tehát 7 mélységből, itt összesen 20, majdnem 22 ezer ember lehet ebben a struktúrában, vagy 22 ezer értékesített csomagban, nem biztos, hogy egy ember veszi meg, lehet, hogy egy vállalkozás például, mint ahogy az én struktúrámban is van ilyen. Nos, én ennek kapcsán azért végeztem egy számítást, hogy mondjak egy számot, és nem azért, mert sokkolni akarom önöket, hogyha harmada start csomaggal, harmada loyaltival, harmada meg a loyaltrevel csatlakozik, az több mint 700 ezer euró jutalékot jelent, és ugye ez most csak a ez a fajta bónusz, a loyalty for you bónusz, emellé még jár az összes többi jutalék is, az az ötféle, amit itt az előbb mondtam. Hát szóval ez az a franchise lehetőség, amire én azt mondtam, hogy ez azért ez egy nagyon komoly üzleti lehetőség. Sokan vannak egyébként, akik kimondottan emiatt a fajta üzleti lehetőség miatt, mert ez szintiszta üzlet, választják valamelyik nagyobb csomagot, többen ezt a bizonyos loyaltre 3300 eurós csomagot. Egyébként ott, hogyha 4 új partnert tudok csatlakoztatni, mondjuk az első hónapban már visszajött a saját üzleti csomagomnak az ára. Ez azért egy nagyon komoly lehetőség, és akkor onnantól kezdve már csak a pluszot kell számolnom, nem úgy, mint egy hagyományos franchise esetében, ahol egy-két évnek azért el kell tenni, mire pluszba fordul a vállalkozás, igaz? Nem tudom, hogy van-e még az ön lehetőségei között hasonló, ha van, akkor sok siker, ha nincs, akkor meg itt van ez, hogyha ez tetszik. És akkor még egy dolog, ez egy aktivitás bónusznak hívjuk, hogyha 4 új üzleti partnert sikerül 30 napon belül csatlakoztatni, akkor még plusz ezek a jutalékok járnak, de hát ez már egy másik történet. No, hát ami miatt ez az egész nekem tetszett, és ezt hallom egyébként másoktól is, abszolút nincs kockázat ebben a dolognakban, bármelyik üzleti csomagot nézzük is, hiszen ott kapok egy rakás terméket, legrosszabb esetben megiszom a terméket, és egy kicsit egészségesebb leszek, vagy teszek az egészségemért talán így pontosabb a dolog. Nem kell otthagyni a meglévő főállást, másodállásban simán végezhető heti 1-2 órát, ha munkát az ember beletesz, akkor azzal elindítható az üzlet. Nyilván, ha többet akarok, akkor azért kicsit többet muszáj tenni bele, de nem kell beleszakadni a munkába. Bankkártyára fizet a cég a jutalékot, azonnal jóváírják, tehát ez egy abszolút modern dolog, nincs korhoz, nemhez kötve, hogy ki az, aki jó tud lenni benne, meg ki az, aki nem. Én ismerek olyan nyugdíjas hölgyet, aki hát nagyon komoly eredményt ért el, fogalmazzunk így, de van olyan gimnazista is, aki elkezdett pénzt keresni ebben az üzletben, tehát abszolút nincs semmi ilyesmihez kötve. Nem kell hozzá üzleti előképzettség, és ugye 28 országról beszélünk azért mégiscsak, szóval ez azért egy komoly dolog. Nagyon sokszor megkapom a kérdést, oké, ha belevágok, kapok-e segítséget? Nem mondanám, ha nem így lenne, ezt elhihetik. Micsodát, azt azért gyorsan felsorolom.
Van egy nagyon profi webirodánk, ahol teljesen kontrollálni tudja a saját üzletét a jutalékoktól, a struktúra épülésig, tehát minden egyedig is nagyon korrektül. Aztán ugye itt van ez a rendkívüli kifizetési terv, amiről nagy vonalakban azért beszéltem. Nyilván részletesebben a meghívója tud erről tájékoztatást adni. Van olyan közösségünk, Facebook csoportunk és egyéb lehetőségünk, ahol ha bármilyen segítségre van szükség, biztosan fog tudni kapni. Van egy olyan automata online üzletépítő eszközünk, amit használatba tud venni, ezek föl vannak töltve minden olyan eszközzel, ami az internetes üzletépítéshez szükséges, és van olyan képzésünk is, ahol meg lehet tanulni, ha esetleg nem tudná, hogy kell ezt csinálni, hogy ez hogyan működik, hogy lehet úgy művelni ezt a dolgot, hogy az eredményes is legyen. És hát itt vannak ezek a webinárok, hát nem önnek kell megtanulni, tájékoztatni az ön jelöltjeit, hanem egyszerűen meghívja ezekre a hétfői webinárokra, ez minden hétfőn este van egyébként, ide beülteti, aztán utána csak a kérdéseket megtárgyalják, és fölteszi a kérdést, melyik csomaga csatlakozott. Ennyi az egész. Nyilván ez nem ilyen egyszerű, de a segítség megvan, ez a lényeg is, ez nagyon-nagyon fontos. Nos, hát itt a vége egy picit hosszabb voltam, mint ahogy ígértem, ez általában nálam így van. A következőt tudom javasolni. Beszélje meg a meghívójával az ön lehetőségeit. És nézzék át, hogy hogyan tud ön a lehető legtöbbet kivenni ebből a dologból. Ha nem akar az üzlettel foglalkozni, semmi baj, kérje el a meghívója ajánlói linkjét, kattintson rá majd, hogyha betöltött az oldalra a bizonyos házhozszállítás gombra, rendelje meg az első delavíját és kóstolja meg, így el nem fog benne csalódni. Ha az üzlet érdekli viszont, és szívesen velünk tartana, és fölépíteni a saját vásárlói közösségét, ugyanígy működik a dolog, kérje el a meghívója ajánlói linkjét, kattintson rá, csak ott majd erre a bizonyos regisztráció gombra kattintson, ingyenes a regisztráció, ettől nem kell tartani, és aztán beszélje meg a meghívójával, hogy melyik az az üzleti csomag, amelyik leginkább megfelel az ön céljainak. Egy kis fogyasztói közösséget képzel el, vagy egy nagy struktúrát, sok emberrel és magas franchise belétellel. Ezt önnek kell eldönteni, természetesen. Nos, ennyi, amit én el szerettem volna mondani. Én nagyon köszönöm a figyelmüket, örülök, hogy itt voltak ma este, és hát szívesen látom önöket a továbbiakban a csapatunkban, és vegye komolyan azt, amit mondtam, nagyon szívesen segítünk, ezt nem csak a magam nevében ígérhetem, hanem minden csapattársam nevében, akik szép számmal voltak itt ma este, és köszönöm nekik is, hogy megjelentek. És most látom, Szabó Gyuri is megérkezett be, jött a terembe, a jövő héten szerintem ő vele találkozhatnak, ő az IGL ügyvezetője egyébként, és tőle kaphat már egy tájékoztatást, akár az ön első néhány jelöltje is, hogyha meghívja majd erre az eseményre. Köszönöm még egyszer a figyelmet, ha van kedvük, maradjanak még egy kicsit, egy videót beteszek, és nyitva hagyom a chat falat, hogyha van kérdés, nyugodtan tegyék föl, addig, amíg megy a videó, addig lehetőségük van ezt megtenni, és hogyha van még kérdés, akkor válaszolni is fogok rá. Köszönöm itt a hozzászólásokat, köszönöm a dicséretet. Remélem úgy érzik mindannyian, hogy egy valamilyen értékes információt tudtam adni. No, akkor induljon a videó, én eltűnök, ha látok kérdést, akkor jövök vissza.